Nagyon figyel mindenki. Valamikor régen élt egy kisfiú, akit Mártonnak hívtak. Minden vágya az volt, hogy katona lehessen. Amikor felcseperedett, beállt a hadseregbe. Az egyiknek ruhája nem volt, a másiknak cipője, a harmadiknak pedig ennivalója. Márton segített, ahol csak tudott. Egy hideg téli napon a város felé lovagolt. Hirtelen az út szélén megpillantott egy koldust. Nagyon... Szegény ember vagyok. Nincs semmi ennivaló, és nagyon fáradt. Fúj a szél a fát! Megjelent neki Isten, és így szólt hozzá. Jó ember vagy, Márton, segíts a szegényeknek tovább is, de a harcot fejezd be, és tedd le a kardot. Márton másnap elment a kapitánhoz, és így szólt. Leteszem a kardom, és Márton Isten leszek. Lépett a hadseregből, hogy életét a szegényeknek segítésére szentelje. Kórházakat épített, és gyógyította a szegényeket. Útja során sok városba eljutott. Szegény legény vagyok, én hegyön mezőn járok, én rajcálom sincsen, elszakadt az ingem. Van egy lyukas nadrágom, volt is vagy 23, ég alatt hálok, jobb időket várok. Egyik városban volt egy apátság, ahol új püspökre volt szükség. Az emberek Mártont szerették volna megválasztani, mert nagy köztiszteletnek örvendett. Ő azonban nem akart püspök lenni, mert szerette az egyszerű életet. Ezért el akar bújni az emberek elől. Elbújok a lipák közé. De az emberek nem adták fel a keresést. Márton, csendben várt, hogy elmenjenek onnan az emberek, azonban a libák gárgogni kezdtek. Az emberek megtalálták Mártont. És örömükben megválasztották püspöknek. A libákat pedig megsütötték, és megették vacsorára. Novemberben, Márton napján, libabrád.
hibát nem eszik, egészséggel élhezik. Márton szerették az emberek, halála után szentté avatták, és azóta neve napján megemlékezünk jó tetteiről. Szent Mártonnak ünnepe.